módszertani kérdések megbeszéléséről szólt a Székelyhíd és körzetéhez tartozó óvodapedagógusok találkozója. A pedagógiai körnek a Székelyhídi Központi Óvoda adott otthont május 13-án. Két témát járt körül aprólékosan a megjelent 25 óvónéni, mégpedig az évvégi felmérők, értékelési lapok összeállításának módját, illetve a személyes mappa tartalmának kérdéseit, és szóba került a megyei tanfelügyelőség körlevele, miszerint személyes megjelenéssel érvényesíthetik beiratkozásuk június 3-a és 14-e között a véglegesítő vizsgára készülők. Ünnepélyes szalagvágással vette kezdetét a 4. érmelléki és Bihar megyei gazdanap Székelyhídon. A térség kis és közepes vállalkozói találkozhattak itt egymással, város központjában szervezett kiállításon és vásáron pedig megtekinthették a mezőgazdaságban, a szőlő és gyümölcstermesztésben használatos gépek és felszerelések legújabb kínálatát. Most már bátran elmondhatjuk, hogy Székelyhíd az utóbbi években a gazdatalálkozók központja lett, hisz 4. alkalommal lett megszervezve. Itt az az esemény, amelyben azt gondoljuk, hogy érmellék fontosabb gazdáit összeszedtük. Nem csak azért, mert itt közös szervezőként belép az anyaország, hisz mi is megyei szinten, illetve helyi szinten hozzájárulunk ehhez, mert mint elmondottam itt a megnyitóban, fontos ennek a területnek, és fontos Bihar megye ezen részének a mezőgazdasági termelés, és itt említhetünk statisztikákat, hogy a megyei GDP-ben jó nagy része van ennek, és láthatóak az utolsó évben ezen a téren a fejlődések, és nyilvánvaló ehhez mindig folyamatosan legalábbis pénz kell, de a pénz mellett folyamatosan technológia, tájékoztatás, olyan típusú lehetőségek kellenek, amelyek biztosítják azt, hogy a gazdatársadalom jól informált legyen. A gépkiállítás és vásár mellett az idei évben is több mezőgazdasági témájú előadással is készültek a szervezők. Miks Kapinyec Péter, a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat non-profit Kft. Cégvezetője az aktuális pályázati lehetőségeket ismertette, addig az őt követő hazai és külföldi szakemberek mezőgazdaságban használatos legújabb technológiákat mutatták be a jelenlévőknek. Azt tudjuk, meg látjuk, sőt az áthaladó utasok is mondják, hogy itt a környéken nagyon szépen rendben vannak tartva a földek. Főleg székelyföldi barátaimtól hallom ezt elismerésképpen. De igazából azt gondolom, hogy van egy szegmens, ami hiányzik, mégpedig a szervezett értékesítés, illetve a feldolgozás, mert termelni, hála jó Istennek, tudunk. Ezért jók ezek a gazdanapok, mert olyan előadásokat szoktunk itt szervezni, amely gyakorlati haszonnal rendelkezik, amelyet, hogyha a gazda betart, akkor akár a profitját is tudja nevelni, vagy csak egyszerűen két gazda megoszta a saját tapasztalatát, vagy olyan lehetőségekről beszélünk, amely mindenképpen hasznos lehet mindenki számára. Ugye ez egy hiánypótló történet, 4 évvel ezelőttig ilyen nem nagyon volt az érmelléken, de igazából szerintem más helyeken is probléma lehetett ez. Kihasználva az Európai Unió által és a magyar kormány által adott lehetőségeket, én azt gondolom, hogy elindulhat egy pozitív fejlődés. A gazdanapon ez alkalommal sem maradhatott el az agrártermékek vására, amelyen a helyi és környékbeli termelők mutatták be és népszerűsítették árucikkeiket, az érmellék jellegzetes borai és pálinkái mellett sonkát és kolbászt, mézet, levendulából készült termékeket kóstolhattak és vásárolhattak az érdeklődők, de akik akarták, akár tulipánhagymákkal és kaktusz különlegességekkel is hazatérhettek otthonaikba. Jelenleg a növényeim száma pár ezer, 2-3 ezer, esetleg valamennyivel több, pontosan nem tudom, mikor pár száz darab volt, akkor számolgattam még, most tényleg nem tudom. Az első növényem, bármint kaktuszom, 1959-ben már megvolt, azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal a gyűjtemény megy. A jelenlegi gyűjtemény 1976-tól errefele egyfolytában van. A lassan hagyományosnak mondható esemény a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat non-profit Kft. Nagyváradi regionális irodája, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Bihar megyei szervezete és Székelyhídváros önkormányzata közös munkája során jött létre.
A nagyváradi könyvhűtők csapata 2009 márciusában kezdte meg munkáját. Az azóta eltelt 10 évben több ezer könyvet sikerült megmentsenek a szemétbe kerüléstől és az eltüzeléstől. A non-profit alapon működő csapat célja, hogy megszerettesse az olvasást és egyre több emberhez eljuttassa az általuk megmentett könyveket. Azt szeretnénk, ha az emberek egyetlen könyvet sem dobnának ki a szemétbe, vagy égetnének el. A könyveknek a könyvespolcokon van a helyük, hiszen gondolatokat, értékeket közvetítő kincsek, vallják a nagyváradi könyvmentők. Ennek érdekében immár 10 éve járják Nagyvárad utcáit, hogy a szemetesek mellől gyűjtsék össze a kidobott feleslegessé vált kiadványokat, de több helyről kaptak már adományként is köteteket, amelyeket különböző rendezvényeken igyekeztek eljuttatni az irodalmat kedvelőkhöz. Úgy kezdett, hogy találtam két dobozni román irodalmat banános dobozzal, és azt hazavittem. Onnantól kezdve ahányszor találtam, elkezdtem vinni haza, így kialakult két-három személyes kis csapat, amit könyveket tovább adtuk, elhelyeztük a parkokba, ott hagytuk a padokon, hogy olvassanak mások tovább. Mi most már eljutottunk egy olyan szintre, hogy ezt már komolyabban veszük. Az elmúlt hétvégén a nagyváradi várban felállított sátrukban több százan fordultak meg, válogathattak a változatos román és magyar nyelvű kínálatból. Nagyon szeretem a könyveket, és nagyszerűnek tartom ezt a kezdeményezést, amit elkezdtek, ha jól tudom, vagy 10 évvel ezelőtt, és vagy még több. És végre, hát ha lehetséges visszaszoktatni az embereket a könyv olvasására, nem az interneten olvasni, mint ahogy én is csináltam PDF eddig, de most van miből válogatni és választani csodálatos könyveket, amikre vadáztam már évek óta könyvformájában. Néhány héttel ezelőtt a Nagy Sándor utca 1-es szám alatt működő lokál vendéglátóhely teraszán nyitották meg első gyűjtőpontjukat. Ide bárki beviheti megunt vagy több példányban meglévő könyveit, ugyanakkor a felállított könyvgyűjtő szekér kínálatából bárki kedvére válogathat. Érseméntől Szalontáig Bihar megye több pontjáról 20 felnőtt és ifjúsági néptánc együttes gyűlt össze a Csillagocska Alapítvány és a Sorogja Zenekar által szervezett első párciumi táncház találkozón. A táncház napja alkalmából a rendezvény előadással kezdődött, amelyen Köncei Árpád Uniter és Harangozó Gyula díjas rendező koreográfus a táncház mozgalom múltját és jelenét igyekezett bemutatni az érdeklődőknek. 1972-ben volt az első városi táncház, az első alkalom, amikor városon tartottak táncházat, ez Budapesten volt. Rá 5 évre, 1977. februárjában volt az első erdélyi táncház Kolozsváron, tehát az erdélyi táncháznak is most már 42 éves múltja van. Nagyon reméljük, hogy nem számokkal kell ezt kifejezni, hogy akkor még 40 vagy 50 vagy 100 év múlva is lesz. Maga a táncház ugye az egy olyan forma, ami természetes közegben régen falu helyett mindenütt létezett, attól függetlenül, hogy ezt a kifejezést széken használták, tehát a városi táncház székről kölcsönözte a kifejezést. Egyrészt el kell ismerni, hogy 40 év után is még mindig ez egy réteg kultúra, hiszen ez egyrészt egy szórakozási forma a fiataloknak, a régi funkciójában a tánc mellett az ismerkedésnek volt a helye. Természetesen mai napig lehet ismerkedni, sőt az elmúlt 40 évben nagyon sok házasság kötődött úgy, hogy táncházba ismerkedtek meg a fiatalok, de például a táncház a városi körülmények között nem egy fiatal, tehát nem csak fiataloknak van, hanem sokszor 40-50-60 évesek is járnak táncházba. Az 1977 óta eltelt 42 évben, bár nagyon sokat változott a világ, mégis megmaradt egy szűk réteg, akik ma is mindent megtesznek a táncházak megmaradásáért, hiszen fontos részét képezik a kultúránknak. Ezek közé tartozik a Kolozsváron élő fiatalokból alakult Donát zenekar és a főszervező Sorogja zenekar, akik a rendezvény során gondoskodtak a talpalávalóról. Az ötlet az onnan jött, hogy 2 éve elindult Erdélybe a táncház találkozó, ami szeptember 2. hétvégén van megtartva minden évben most már, és ugye ha már van Erdély, akkor miért ne legyen párciumi is, hiszen egy külön régió vagyunk mi is, és ezért úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy elindítsunk mi is egy ilyen rendezvényt, egy táncház találkozó, ami most még szűkebb körül, de reméljük az évek során ez ugyanúgy kibővül, és fontosnak tartjuk, ugyanúgy nekünk is van egy hagyományunk, egy kultúránk, egy tájegységünk, amit fontos életbe tartani, és tudják az emberek, hogy Erdély és Párcium azért egy, de mégse. A rendezvény végén a táncosok elfoglalták a színpad előtti teret, előkerültek a hangszerek, és hajnalig tartó mulatsággal zárult az első párciumi táncház találkozó.
Sokan látogattak ki a székelyhídi sportpályára az elmúlt hétvégén, amikor is a székelyhídi törekvés az Érmihályfalvi Unéria csapatát fogadta a megyei első osztály 25. fordulójában. A két csapat csak helyzetekig jutott a 90 perc alatt, így gól nélküli döntetlen lett a mérkőzés végeredménye. Hétközi fordulót is rendeztek május 14-én kedden és 15-én szerdán. A Töri ezúttal idegenben, a Borsi Vítorul otthonában lépett pályára, ahol egy súlyos vereségbe szaladt bele a székelyhídi alakulat. Végeredmény Borsi Vítorul, székelyhídi törekvés 7-1. A Töri ifi csapata felemás teljesítményt produkált a két meccsen. Amíg hazai pályán 1-0-ra legyőzték az Érmihályfalvi ifiket, addig 6-3-as vereséget szenvedtek Borson. Ezen a hétvégén, május 18-án és 19-én a 27. fordulót rendezik a megyei első osztályban. A székelyhídi törekvés ismét idegenben mérkőzik meg aktuális ellenfelével, aki nem más, mint a tabella második helyét elfoglaló nagyváradi AC csapata lesz. A mérkőzésre szombaton, május 18-án kerül sor a nagyváradi Bodola Gyula stadionban. A 27. forduló további mérkőzései: Bihar-Szentmárton, Bihar-Szentandrási Krisul, Fugyivásárhely, Érmihályfalvi Unéria, Bihar-Diószeg, Nagyváradi Universitátja, Élesdi Krisul, Márcsapusztai Unéria, Madarász, Vaskó-Sziklás, Nagyszalontai Olimpia, Belényesi Bihorul. Az Érhangja Egyesület Székelyhídváros polgármesteri hivatalának támogatásával 2019. június 14-e és 16-a között szervezi meg a Közös Értékek, Közös Kihívások, Közös Európai Jövő elnevezésű testvértelepülési rendezvényt. A rendezvény sorozatra Székelyhídon kerül sor Edelényi, Gersekaráti, Nyíradonyi, Nagyszombati és Kishegyesi képviseletek részvételével a 6. Székelyhídi Városnapok keretein belül. A háromnapos rendezvény egyik célja, hogy összefogja a testvértelepülések közösségeit Romániából, Magyarországról, Szlovákiából és Szerbiából. Béres Csaba, székelyhídi polgármester és szociológus segítségével a delegációk lehetőségeket keresnek arra vonatkozóan, hogy hogyan vehetnek részt aktív polgárokként közösségeik és az európai közösség életében. Így az önkéntesség, adományozás, szavazás, petíciók megvalósítása révén. Ezáltal fejlesztve az európai polgárok empatikus készségét és szolidaritását. A Kishegyesről érkező szerbiai küldöttségnek hála ezt a tematikát egy olyan közösség szemszögéből elemezhetik, amely nem uniós tag. A találkozó az európai kulturális örökség megőrzésére is összpontosít, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy bemutathassák közösségi sajátos termékeit, előadhassák népi táncaikat és népdalaikat, néhány fotó segítségével pedig bemutathatják műemlékeiket és elkészíthetik hagyományos ételeiket egy verseny keretén belül. E tevékenységek segítségével a résztvevők tudatosítják kulturális identitásuk és az európai multikulturalizmus fenntartásának szükségességét, fontosságát. Természetesen nem csak a hagyományok ápolása és a tradíciók életben tartása kap főszerepet a rendezvénysorozaton, hanem a jövő generációjára is jelentős figyelmet kívánnak fordítani a szervezők. A találkozó ideje alatt a gyerekek játékosan megismerkedhetnek az Európai Unió alapvető működésével, jellemzőivel, az EU nem formális oktatási programjainak világával.
A projekt megvalósulását az Európa a polgárokért program teszi lehetővé. A Városnapok programját számos rendezvény teszi majd még vonzóbbá és érdekesebbé a résztvevők számára, hiszen kiállítások, főzőverseny, koncertek és egyéb szabadidős tevékenységek megszervezése is szerepel a rendezvény megálmodóinak repertoárjában. Köszöntöm a kedves ÉrTV nézőket, Összemköz magazinunkat látják ezúttal Székelyhídról, az Érhangja Egyesület stúdiójából. Mellettem pedig Nagy István polgármester urat látják, aki Érkötvélyesről látogatott el hozzánk erre a beszélgetésre. Üdvözlöm, polgármester úr! Kedves csókolom, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mi köszönjük, hogy eljött. Polgármester úr, igaz a hír, hogy elköltözik idén az önkormányzat a jelenlegi helyéről? Igen, most már megszületett a döntés, hogy végre el is tudunk költözni, hisz egy pályázatot nyertünk meg, amelyikben új bútorzatot, illetve számítógépeket fog kapni az új önkormányzat. És akkor, ha már ezt eldöntöttük, hogy el is költözünk, meg lesz a bútorzat, számítógép, akkor nekünk is meg kell mindent tenni annak érdekében, hogy majd az ott dolgozó munkások minél jobb körülmények között tudjanak dolgozni. Értem ebbe a videókamerákat, amikkel felügyelni kell, majd a térfigyelő kamerákat, internetet, telefont, azért, hogy ez minden gördülékenyen működjön. Na akkor ez még időbe fog telni, mire minden Már mindenen kész. Dolgozzunk, ugyanúgy, mint a tűzvédelmi riasztókon, tehát minden legyen készen arra, akkorára, mire a bútorok készen lesznek. És mind dolgozik most az önkormányzat munkaközössége? Hogyan zárták a tavalyi évet például? A tavalyi évet azt mondhatjuk, hogy egy sikeres évnek mondhatjuk el, hisz majdnem mindent, amit elterveztünk, meg is tudtunk valósítani. Amit nem tudtunk megvalósítani, az természetesen mi azt mondjuk, hogy nem a mi hibánk volt, mert nem volt kivitelezőnk például az óvodai pályázatnak a megépítésébe. Itt más is közbejátszott, de viszont el tudtuk kezdeni Tarcsával, Szalacssal együtt az aszfaltozási munkálatokat, ami közel 17 kilométert érint. Ez is természetesen azért lett nagyon jó a településeknek, mindegyik településnek, hisz az utak minősége sokkal jobb lesz, aszfaltos úton fognak tudni járni az emberek. Nem lesz már az a gond, hogy egyes utcák sárosak, a másikok jobbak, nincs kategorizálva egy-egy településen belül, ami esetleg elégedetlenségre utalna az embereknél. Minden egy ember egyforma a településen belül számunkra, de természetesen minden utcát nem tudtunk egyszerűből leaszfaltozni. Tehát sikerült elkezdeni a munkálatot. Akkor úgy nagyon nagy figyelmet kell fordítsunk kisebb településeken, mi is a jószágtartókra. Az árkokat ki kellett takarítani, ugyanúgy az iskolákra figyelni, ott is egy kis segítséget adni. Letérköveztük az iskolaudvart, úgyhogy az idei falunapokat majd bízom abban, hogy már letérkövezett udvaron tudjuk megtartani, nem is az egész udvart letérkövezni, de egy nagy része az le van térkövezve a gyerekek örömére. És akkor természetesen folytatjuk más pályázatokkal is, de mindent megteszünk azért, hogy az embereknek minél kényelmesebb legyen az életük Körtvélsen. Számunkra kötelesség az, hogy az egyik legszebb kis települést teremtsük meg a környéken, de hisz minden polgármesternek szerintem ez a vágya, hogy az a település, amelyikben ő van, az legyen a legszebb, legalábbis az ő részére. Akkor ezek szerint a legfiatalabb generáció, az óvodások már jól fogják érezni magukat. Van egy pályázatunk, amelyben egy új óvodát építenénk Vasadon, hozzánk tartozó településen, tehát elbontanánk a régi óvodát, építenénk a helyébe egy új óvodát, illetve a körtvélyesi óvodát tataroznánk tetőcserével, szeretnénk beállítani egy szobát azoknak a gyerekeknek, akik olyan óvodásoknak, hogy ott is tudjanak aludni, tehát hosszabbított programmal működne majd később az óvoda, de ehhez természetesen mindent ki kell dolgozni, és a legfontosabb az, hogy ne önkormányzati pénzekből, hanem uniós pénzekből tudjuk ezt megvalósítani, hisz így minden másra maradna pénz arra, hogy ezeket a falut szépítsük, illetve
a szükséges dolgokat, amit esetleg a pályázaton belül nem tudunk beszerezni, azt később ezzel tudjuk bővíteni. Van erre konkrét terv is, hogy a helyi költségvetésből mire lenne szükség, mit szereznének be? Általában, amikor a költségvetést csináljuk, akkor mindig figyelembe vesszük azt, hogy milyen pályázataink vannak. Mit lehet megcsinálni a pályázaton belül, és mindig számolunk a nem belátható tényezőkkel. Tehát ha például egy aszfaltozásnál vagyunk, akkor tudjuk, hogy maga a cég az fog aszfaltozni, árkotásni, lerakja az aszfalt melletti követ, de mindig fog maga után hagyni kárt is, amit majd nekünk kell természetesen elhárítani, vagy szebbé tenni. Úgy egy-egy kis parkolót kialakítani, vagy egy-egy árkot még megigazgatni természetesen, és akkor jön még a fűnyírás, ami az általános probléma egész nyáron, és erre mostanában már nem is nagyon van emberünk, hiszen a szociális munkásaink már nincsenek, csak 50 éven felüttiek. Úgyhogy egyre nagyobb gondot jelent számunkra az, hogy a falu karbantartása, tisztán tartása. Erre viszont most már a falu is, és ez köszönet azoknak a személyeknek, akik észbe kaptak azért, hogy ne csak a polgármesteri hivatal tegyen a szépítésért, összefogtak az emberek, és leálltak ők is szemetet gyűjteni a falu különböző pontjain, azért, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ha mi szemetelünk, nekünk is kell ezt összetakarítani. Minél kevesebbet fogunk szemetelni, annál szebb lesz a falunk. És akkor, hogyha már a lakosság ilyen éberen figyeli a kisebb tennivalókat, az önkormányzatra milyen nagy feladatok várnak az idén? Egy elég kemény döntés előtt fog állni most az önkormányzat, hiszen most van megint annak az ideje, amikor új pályázat lehetőségeink lesznek. Két pályázatot tehet le község, és akkor abból az egyik pályázatunk, ami elkerülhetetlen, de tulajdonképpen hosszú távra nézve nagyon jó lesz a községnek, a szennyvízcsatorna kialakítása. Nem örülünk neki, hisz majdnem mindent leaszfaltoztunk, de azt is tudjuk, hogy a csatornázási rendszer nélkül, a szennyvízcsatornáról beszélek, nem lehet lesz a jövőbe élni, tehát muszáj lesz kialakítani. Ha már ezt kialakítjuk, akkor természetesen az új vízhálózatot is szeretnénk vele együtt, egyásással két dolgot is oldjunk meg egyszerre, illetve azt is beszéltük, hogy jól lenne összekötni a két települést Vasadot Körtvéssel, azért, hogy ne legyen az a gond soha, hogy valamelyik településen nincsen esetleg víz, vagy amiatt, hogy elromlott egy pompa, vagy amiatt, hogy nincs áram. Egyik a másikát ki tudja segíteni, akármilyen baj van, illetve ahol gyengébb a nyomás, akkor ott a másik település azt tudja ezt besegíteni. Feltúrjuk az utcákat, de tulajdonképpen nem azt jelenti elméletileg, hogy felszedjük az aszfaltot is, hanem az aszfalt és az árok közötti részt fogjuk felszedni. Bízom abban, hogy minél kevesebb kárt fogunk ezzel okozni a faluba. Természetesen lesznek dolgok, amikor nekünk is kellemetlen lesz látni azt, hogy hogy is nézett ki, és per pillanat, hogy néz ki. De viszont csatornázás után igazán fogunk tudni területrendezéssel foglalkozni, hiszen úgy árok, mint járdáknak a kialakítása, ez igazán akkor fog látványos lenni, hisz már utána többet nem fogjuk rontani az egészet. Mi egy mezőgazdasági vidéken vagyunk, tehát nekünk nagyon oda kell figyelnünk a mezőgazdászainkra, amivel tudjuk segítsük, ha nem is tudjuk segíteni, de legalább ne hátráljuk. Amiben tudjuk segíteni, azok az utak minősége, illetve olyan pályázatoknak a lehívása, amit tényleg a mezőgazdászokat érinti. De nem tudunk abba segíteni nekik, hogy hol adják el a terményeiket. Ami azért egy komoly gondot jelent az egész érmelléken. És akkor van ilyen terve a Körtvéssnek, vagy a több településnek esetleg, hogy egy közös piacot létrehozni? Ennek, mint a mai napon is elhangzott, itt székelyhidi gazdanapokon, tehát a jövőben ez lesz a terv. Nem egy kis település kell erről gondolkozzon, hanem egy
több település egymás mellett, aki összefogása, legyen ahova leraktározni az embereknek a terményeiket. Tehát választási lehetőségük legyen, annál egészségesebb ez, és nagyobb a konkurencia is természetesen. Apropó mezőgazdaság, említette már korábban polgármester úr, hogy ugye az iskola udvaron szokott zajlani az érkörtvélyesi falunap, ami nem is igazán falunap, hanem ugye Dinnye Fesztivál. Idén mikorra számíthatnak az érdeklődők az eseményre? A tanács eldöntötte, hogy az idén is megtartjuk a Dinnye Fesztivált. Hát ezt is mindig év elején szoktuk eldönteni, hogy az idén meg tudjuk-e tartani, vagy nem. Az idén is a tanács rábólintott egyöntetően, hogy tényleg ezt a szórakozási lehetőséget addig, ameddig lehet, addig meg kell tartsuk ezt a településünkön. Annak idején a választás az úgy esett, hogy mindig augusztus 2. szombat vasárnapjára. Tehát az idén 10-11-én lesz ennek a Dinnye Fesztivál, a falun belüli falunapok. A programot azt pedig még most próbáljuk kialakítani, hogy új dolgokat is hozzunk be erre a napra, minél több fiatalt oda vonzunk ezekre a napokra. Általában a családok is úgy készülnek rokonokkal, mindennel, hogy ezeken a napokon megteljenek a házak is, és ezáltal a falu is. Mindenki hazavárja szeretteit, tehát alkalmat ad arra a Dinnye Fesztivál, hogy családok, barátok együtt legyenek ezeken a napokon. Hát akkor polgármester úr, ez az év gyakorlatilag arról szól, hogy lekerekítsék a korábban elkezdett munkákat, ha jól értem. Igen, tehát ez az év arról szólna, hogy a már elkezdett munkákat, mindegyiket fejezzük be, és bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. Ezt értem az aszfaltozásnál, az átköltözésnél, illetve a harmadik pályázatnál, az óvodánál, abban nem bízok, hogy ez be is lesz fejezve, de bízom abba, hogy ha átírjuk a pályázatot, az idén már fogunk találni egy kivitelezőt, és legalább el fogjuk tudni kezdeni a munkálatokat, hiszen egy óvodánál meg kell gondoljuk azt is, hogy mikor javítjuk fel a körtvési óvodát, ami már működik is, és hova teszünk 100 gyereket abba az időszakba, amikor ezt az óvodát javítják. Köszönöm szépen még egyszer, polgármester úr, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon szívesen máskor is. Köszönjük szépen a nézők figyelmét is, Ötszemközt magazinunkat látták, tartsanak velünk a következő alkalommal is, viszontlátásra! Kedves nézőink, idén is segíthetik az Érhangja Egyesület munkáját 2018-as évi jövedelemadójuk szabadon utalható 2%-ával. Segíthetnek abban, hogy havilapunk írásban örökíthesse meg településünk történéseit, hogy online rádiónk minden hétköznap reggel friss hírekkel várja a lakosokat, vagy hogy az online Ér TV mozgóképben tudassa az Ér mellékről elszármazottakkal, mi is történik kis régiónkban. A Nemzeti Adó és Pénzügyhivatal, azaz az ANAF oldaláról és az Érhangja Egyesület weboldaláról is letölthető 230-as formanyomtatványt kérésre eljuttatjuk e-mailben vagy személyesen. A nyomtatványt személyes adataikkal kitöltve, majd aláírva kell eljuttatni július 31-ig a Körzeti Pénzügyi Hivatalba, akár személyesen, akár általunk. További információkért hívják a 0755 481-491-es telefonszámot, vagy írjanak az érhangja1@gmail.com e-mail címre. Köszönjük!